Sziasztok! Azt gondoltam, hogy csinálok egy ilyen daráló külön kiadást, vagy nem is feltétlenül daráló, hanem valami más, hát tök mindegy. A lényeg az, hogy egy videótamben egy perces kalandpályákat fogok végigvinni. Tehát ez egy olyan felhívásszerűség, nem, ez egy felhívás, hogy küldjetek egy perces kalandpályákat. Na, mármint nem olyanokat, amiket egy perc alatt csináltatok meg, hanem amiket egy perc végig játszani. Tehát úgy terveztem, hogy én a videóban pontosan egy percet szánok a pályákra, lesz egy ilyen visszaszámlálás is, és akkor meglátjuk, hogy hová jutok. Ez ugye egy tök jó kihívás, tehát hogy egy perc alatt mit lehet kihozni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoztok össze, szóval küldjetek ilyen pályákat, csabusa69@gmail.com, aztán majd a végén mondjuk lesz ilyen eredményhirdetés, majd kiválasztunk egy legjobbat, aki a legjobb pályát hozta, legjobb egy perces pályát hozta össze. Legyen ez a neve, egy perces pályák. Jó, várom a pályákat. Sziasztok, daráló! Ma Sass, BB és Valentin 20 pályát fogom bedarálni. A címe az, hogy az esőerdő. Lehet, hogy ez a rész egy kicsit rövidebb lesz az átlagnál. Mennyi is az átlag? Olyan 20 perc környékén szokott lenni. Ami vicces, mert eredetileg én úgy képzeltem el, hogy ezek ilyen 5 perces videók lesznek, de aztán még ez is így alakult ki, de nem is olyan gáz. Írta, hogy valaki azt szereti, ha hosszú a videó. De ez lehet, hogy egy kicsit rövidebb lesz, mert hogy kicsit rövidebb a pálya. Még nem tudom. Na mindegy, lássuk a pályát. Egy ilyen szép csíkos szobába kezdünk, úgy látszik amerikai zászlóval festettek. Az egyik oldalon szabályok. Ne üsd ki blokkot, kivétel zöld, gyapjú, sötét zöld. Ne rakd le blokkot, játsz könnyűn. Óvakodj a benszülöttektől, ez igen. Ne tél le a feladatokról, érezd jól magad. Hát ez egy komoly szabály, érezd jól magad. Ha nem sikerül betartani, akkor nem én tehetek róla. Az egyik oldalon van egy felirat nélküli nyomólap. Én már mondtam korábban is, hogy ne nagyon csináljatok ilyet. Tehát inkább tudja az ember meg, mi van, ha kíváncsiságból megnyomom. Mert megsugom ez az indítás. Tehát, hogyha ki lenne írva, hogy indítás, akkor tudnám, hogy akkor, ja, hogy ezt majd utoljára nyomjam meg. Megint egy másik, illetve egy harmadik falon, vagy nem tudom, meg Keep Inventory beállítva. Nagyon rendes, hogy kiírta, vagy nagyon jó ötlet, hogy kiírta. Ugyanis gyakran látni az, hogy úgy kezdenek el a játékosok egy végigjátszást, hogy beírják, hogy Keep Inventory. Most, aki kicsit komolyabban vesz, na jó, úgy mondom, hogy nekem ez kicsit bosszantó, mert én ügyelek ezekre, tehát mindent beállítok, amit kell, és miért azzal kezd a pályát, hogy elkezdi szerkeszteni, tehát arról nem is beszélve, hogyha fontos, hogy ez a játékszabály ne legyen, vagy be legyen kapcsolva. Úgyhogy sajnos még jellemző ez a beidegződés, ajánlott kiírni. Csak mondom, jó tanács, tapasztalat. Aztán kreatív, ha már nem bírod, engedélyezett. Vicces, de annyira nem nehéz, meg szerény is. A negyedik oldalon pedig kezdő cucc. Jó, tele van a láda, sok csirke, steak, dinnye. A páncélok át vannak nevezve, Csabusa fejére való ízé. Hát, köszi. Csabusa bundás pulcsia. Csabusa narancssárga farmerje. Nagyon divatos. És Csabusa hótaposója. A kard is át van nevezve, Csabusa fogpiszkálója. Így azért egy karddal nem piszkálnám a fogamat. A csákány pedig Csabusa másik fogpiszkálója. Hát azzal se piszkálnám a fogamat. Mondjuk ismerek olyat, akinek szívesen piszkálnám ezekkel a fogait. Akkor lássuk azt az árva nyomólapot. Teleport. Hát egy ilyen helyen vagyunk. Hát én most már tudom, hogy ez mi. Így felismerhető, hogy tudja az ember. De ha nem, akkor nem vagyok benne biztos. De próbáljuk ki. Szóval tippeljetek, hogy vajon mi ez. Adok pár másodpercet. Vagy ha több időt szeretnétek, állítsátok meg a videót. Sőt, inkább nem is árulom el, hanem megmutatom, hogy hogyan derül ki a pályán. Szóval miután kimegyünk ebből a valamiből, van velünk szembe egy tábla. Törzsfőnök házához vezető út. Én biztos oda akarok menni, nem tudom, ideig nem volt semmi instrukció, de jó, ez valami nyom, akkor kövessük.
Ne legyen olyan egyszerű, a törzsfőnök véletlenül pont a fa tetején lakik, és egy kicsit ugrabugrálni kell. Hát ez egy ilyen Tarzan törzsfőnök. Jó, hát azt írta, hogy kreatív, hogyha már nem bírom, szóval én már nem bírom. Fent egy falusi, biztos, hogy a törzsfőnök, meg egy tábla. A másik oldalon feljöhettél ugrálás nélkül is. És nézzétek meg, tényleg végig lián van. Mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy fel tudtam volna jönni, mert nem ér teljesen a padló szintjéig a lián, de poén, határozottan nagyon poén. Meg is utalmaztam érte a törzsfőnököt. Aztán van még itt egy láda, meg egy tábla, főnök kardja a ládában. Hát oké, biztos kell nekem a főnök kardja. És most jön a másik poén rész, ha kinyitom a ládát, akkor teleport, börtönbe zártak a benszülöttek lopás miatt. Lehet, hogy te leszel a vacsora, gyorsan ki kell jutnod. Nagyon poén, nagyon tetszik. Ugye nem mondta senki, hogy kivehettem a ládából a kardot, úgyhogy én meg ki akartam menni, szóval lopásért lecsuktak. Ötletes. Na de lássuk, mi van még a börtönben. Van itt egy zöld gyapjúgy, amit kiüthetek, alatt egy láda, benne két könyv meg kar. Ezt nem tudom, miért áll se valaki egy börtönben. A Kiszabadulásról című könyv azt írja, hogy feladat, rakd a karda megfelelő helyre a kiszabadulshoz. Szabálymódosulás, ezt kiütheted, ha rossz helyre tennéd. A Javítás című könyv pedig azt írja, kiszabaduláshoz. Ez most azt akarja jelenteni, hogy az előző könyvben elírt szót itt kijavítja. Nem ez volt az egyetlen helyesírás hiba, de ebbe most nem menjünk bele. Hát hogy is mondjam. Tehát van az a szint, amikor a készítő leírja a pálya elején, hogy az összes helyesírási hiba direkt van. Hát az a csúcs tényleg, de azért ez se semmi, szóval egy külön könyvbe felsorolom a javítást, az úgy... Hogy is mondjam, ne legyünk már lusták újra leírni hibátlanul vagy kevésbé hibásan azt a könyvet. Tehát nézzen ki normálisan, mint így masszírozni utána, az olyan nem szép. Ha nagyon hosszú MBT tartozik a könyvhöz, mert mit tudom én, parancsokat lehet benne futtatni, vagy sok oldalt írtunk, akkor mentsétek el a kódját, már hogyha kódból adjátok magatoknak a könyvet. Én javaslom a hosszú könyveknél mindenképpen. És mentsétek el egy TXT-ben, hogyha javítani kell a pályát, csak elő kell szedni a kódot, itt-ott javítani és újra hozzáadni, megidézni. Valaki azt írta, hogy givolni. Ezzel a részsel csak az a bajom, hogy nagy ennek a szobának a belső felülete, vagy hogy is mondjam, tehát hogy sok helyre lehet blokkot rakni, tehát ez sok próbálkozás, jó lett volna valami támpontot adni, valami utalás, valami jelet, valami nyomot, kiinduló pontot, tehát valamit úgy jobb lett volna. Aztán úgy sejtettem, de nekem nagyon gyanús volt az a lyuk, úgyhogy kipróbáltam és be is igazolódott az elmélet. Szóval megnyílik egy ilyen titkos alagút, benne nem sokára találkozunk is egy látával, történet kettő megjavítás, jaj Istenem. Kiszabadultás ilyesmi, mielőtt elkapnak a benszülöttek. Ha rálépsz a nyomólapra, az elvisz téged a benszülöttek templomába. Még emésztem. Ott meg kell kérdezned az erekét, meg kell szerezned, jó van már. Meg kell szeretned. Hát mi van már? Hát nem igaz. Mégis így legalább meg lesz a 20 perc. Tehát ott meg kell szerezned az erekét, amivel talán könnyebben eljutsz a másik szárnyhoz. Rengeteg kérdésem van. Miért akarok én eljutni a másik szárnyhoz, meg milyen erekét, miért kell megszerezni, meg ez a nyomólapos... Na jó, mindegy, menjünk tovább. A javításban az erekét szót javította ki. Érdekes, most utána rakta a csillagot, a másiknál írakta. Oké. Nem ez volt az egyetlen hiba. Ám most elmondom a többi hibáját a szövegnek, akkor még annyi javításkönyvet fog csinálni? Ez igen. Kicsit arrébb nyomólap, ami tényleg elteleportál egy játék által generált templomhoz. Oké, nézzünk be. Itt még a karok is megvannak, a csapda is a helyén van. A ládában két könyv, az egyik kód tip, a jókód megfejtésével tiéd lehet az erekje. A sajnos című pedig sajnos nem itt van az erekje, keresd tovább. Oda mentem a karokhoz, meghúztam az egyiket, hallottam is valami dugattyú hangot. Mivel rég voltam már ilyen játék által generált templomban, már elfejtettem, hogy mikor tudom, hogy eltaláltam a kódot,
Szóval, hát és ugye egy éskapuhoz nem kell dugattyú, tehát ha dugattyú hang van, akkor biztos van valamit jól csináltam. Úgyhogy felmentem, erekét azt nem találtam, viszont egy ablakot, mögötte láda, benne egy könyv, másik szárny címmel. Az erekje szerint a nyomulapra állva eljuthatsz a másik szárnyhoz. Mi? Most ez a könyv az erekje, vagy... Na mindegy, én ezt nem értem. Van ott egy nyomólap, úgyhogy kimentem és ráálltam. A nyomólap elteleportál, ha-ha-ha, én vagyok a törzsfőnök. Direkt rossz erekét raktam oda. Biztos, én nem ettem erekét. Mert amikor megszöktél, tudtam, hogy azért mész. Az igen, én se tudtam, hogy azért fogok menni. Nálam van a jó erekje, de ahhoz, hogy megszerezd, meg kell küzdened a seregemmel és velem. Mobfight meg a Little Water. Tip, a harchoz használd a hamis erekét. Oho, a hamis erekje egy biztos valami fegyver lett volna. Hát akkor ez így elég cinkes lesz. Kedves nézőim, aki érti, hogy most mi a halál történik, az írjon nekem a csabusa69@gmail.com címre. Összegezzük egy kicsit. Tehát volt valami fura építmény, még nem árulom el, hogy ez micsoda. Aztán felmentünk a törzsfőhöz, nem tudom miért, mi vezérelt. Sőt, tudva, hogy az milyen építmény volt, én hát nem tudom, nem oda mentem volna. Na mindegy, felmentünk oda, mert kíváncsiak voltunk. És hát oké, hogy belenéztünk a ládába, ezt rossz néven vették, azt hitték, hogy lopni akarunk, bár igazából nem loptam semmit, tehát ugye nem maradt nálam semmi. Aztán megszöktünk a börtönből, és valamiért az erekéért mentünk, ideig azt se tudtam, hogy létezik, de én nekem oda kell menni. Tehát, hogy azt se tudom, hogy én most hová tartok tulajdonképpen, mindig csak kére, hogy most menj ide, menj oda, de hogy mi a távoli cél, tehát hogy én mit keresek, hová tartok, azt nem tudom. Aztán közben a törzsfőnök az meg akar büntetni? Vagy nem tudom mit akar. Tehát kicserélte az erekjéket, hogy ne tudjam ellopni, de most harcoljak vele az erekjéért. Szóval, aki érte, hogy mi történik, az kérem írja meg. Jó, menjünk tovább. Ősi láda talán hasznodra válhat. Van benne sok tudsz, egyik sincs átnevezve. Van még két tábla, a harchoz menj le. Oké, odalent pedig két nyomólap, harc indítása. Ha most komolyan? Tehát van itt egy üres szoba, nyilván a nyomólapok lerakják nekem a szörnyeket. Hát így, hogy át lehet ugrani meg, hogy tudom is, hogy azt fogja csinálni, hát hülye leszek aktiválni. Érdemes lett volna úgy csinálni, hogy ne lehessen kikerülni. Hát bocs, de valahogy nem hiányzik most a mobfight, nem a kedvenc részem. Meg egy liter water. Kimegyünk az ajtón, nem, megölted az embereimet, simán. Ezért bosszút állok, de egy erősebb alakomba térek vissza. Van itt egy kis kamra, előbb ládát néz, utána állj a nyomólapra. A ládában van könyv repülő darabok címmel. Van itt hal, ami az igazi erekje, jól megencsantolva. És egy kard, ami Anululu kardja. Az igazi ereki assugalja, állj rá a nyomólapra és kövesd a repülő darabokat, vastömb. A nyomólap pedig, ne, engem nem pusztíthatsz el, a törzsfőnök meghalt. A kardja megnézése után rájöttél, hogy Anululnak hívták. He? Itt azt hiszem keveredik a narráció a beszéddel. A másik dolog, hogy hát itt állok és nem történt, vagy itt álltam és nem történt semmi, most mi van? Aztán rájöttem, hogy a másik nyomólap meg elteleportál. Az egyik kér a szöveget, a másik elteleportál, hát ez nem veszélyes, ha az ember egyszerre nyomja meg, de ha nem, akkor nem marad a szövegről, nem tudom. Hát ha ez nem egy fontos szöveg, akkor végül is nem gázi. Ha ez egy fontos szöveg, hát akkor én azt javaslom, hogy ugyanaz írja ki a szöveget, mint ami elteleportál. Teleport után még egy láda, abban még egy repülődarabok című könyv. Ha nagyon nem menne a repülődarabok keresgetése, akkor leírom a repülő második szárnyának koordinátáit. De azért is kell dolgozni, így az utolsó oldalon lesz. Poén. Na szóval az van, hogy a repülődarabok az nem azt jelenti, hogy darabok, amik így repülnek a levegőben, hanem egy repülőgépnek a darabjai. És akkor most itt az van, hogy megyek az erdőbe, követem a vasblokkot. És még mindig nem ott leírva, hogy mi a halál volt az az elején, de talán ebből már úgy lehet érezni,
De ha meglátjátok majd a végén a repülőgépet, akkor onnan meg biztosan fogjátok tudni, mert hogy ugyanúgy néz ki. Hogy igen, az egy repülőgép volt. Tehát, hogy így úgy látszik, lezuhant a repülőnk, bár ez nem mondta senki. Tehát így valahogy nem volt egyértelmű számomra. Arra is gyanakodtam, hogy ez valami hiba, meg arra is, hogy esetleg én nem vettem észre. Valójában valahova ki van írva, hogy most a repülőgép, lezuhant a repülőgépünk, de akkor is ez a törzsfőnökös rész, ez egy kicsit homály, tehát... Én miért akartam fölmászni a fára a törzsfőnökhöz, vagy ember a közelben, hát ha segít egy túlélőnek? Hát nem tudom. Valahogy olyan kaotikus kissé. Szóval mentem az erdőbe, és követtem a vasblokkokat, és mentem, és mentem, és mentem, és mentem, és a sokadik perc után már kezdtem ideges lenni, tehát oké, hogy nem minden egy helyen van, de ez nekem a tűrés határon kívül van, szóval legalább 10 percig csak mentem abban az átkozott erdőben. Hát most lehet, hogy nagyon gonosz leszek, de ez nem pályaépítés, hogy legenerálok egy erdőt, nem és vasblokkokat rakok bele, hogy kövesd. Hát, azt hiszem érezhető, nem kell tovább ragozni. Szóval ez a legnegatívabb része a pályának. A játékos elveszti a türelmét, legalábbis én nagyon. Tehát megy az erdőbe, nem lát semmi újat. Tehát ilyet, ha most elindítok egy világot, ilyen erdőt láthatok. És hosszú perceken keresztül, tehát nem látok semmi érdekeset. Unalmas. Na de ugorunk a végéhez. Íme a repülőgép, így néz ki. Nagyon egyedi. A repülőgépben, illetve a roncsban van egy láda, benne 3 könyv. Lássuk a Vége címűt. Vége, megtaláltad a repülőt, de sajnos nem maradt túlélő rajtad kívül. Benszülöttek is meghaltak, úgyhogy egyedül maradtál. Ez igen, a legdemotiválóbb befejezés nyertese. Jutalmat című. Jutalmat, hogy élsz. Ez igen. Végül az új utóirat című, készítette az BB Valentin 20, YouTube csatorna, iratkozz fel, és az én csatornám, tehát ez a pálya az én csatornám reklámozására készült. Vagy ha kifejezetten nekem készült, akkor köszi, de nem tudok feliratkozni magamra. Lássuk, milyen volt a pálya. Hát ő kaotikus. Tehát lezontam egy repülőgéppel, majd kiraboltam egy törzsfőnököt. A megoldás tetszett, az poén volt. Engedély nélkül akartam kinyitni a ládát, börtönbe zártak. De hogy utána én miért akartam az erekéért menni, mert így is lopásért börtönbe zártak, nyilván akkor mérgesek rá. Tehát én nem értem, miért akartam erekéért menni. Aztán a törzsfőnök, hogy honnan a halálból tudta, hogy én erekét akarok, még én se tudtam. És aztán... Az erekje meg azt mondta, hogy menjek a repülőgéproncshoz, ugye? Azt mondta, hogy kövessem, de miért mond ilyet? Szóval azt mondta, a repülőgéproncsnál pedig, legalábbis az egyik részénél pedig, hopp, mindenki meghalt, én éltem túl, vége. Szóval, mint mondtam, aki érti, hogy mi történik, az írja meg nekem e-mailbe a kézikönyv óvjon.